Szevasztok! Itt vagyunk Kovács Zoltán barátommal, és tömegközül a barátunkkal. Itt vagyunk most a Fájandás Közgazdaság iskolánál. Megmutatjuk nektek, hogy miért kell ezt választani. Gyertek velünk arra! Aulánkban kettő darab számítógép áll a diákok rendelkezésére, illetve van wifi. Szünetekben nyugodtan lejöhettek, számítógépezhettek, és megnézhettek bármi fontos adatot, amivel csak szükségetek van. Hogyha egy kicsit velünk vettetek, tovább tartottak velünk, akkor elváltatjátok a folyósorok vezetőjét, ahol tantermeink és szántásetnikai termünk látszódik. Gyertek fel velünk! Itt vagyunk az első emeleten. Látjuk, hogy rengeteg programban a tanárok, hogy például legyél te is médiasztár, hát most azok leszünk. Ahogy tovább megy, egyre másik podcast szívja ki az ember szemét, teremtetsz a bajnokságot ismét, tele vagyok a programokkal igazából, csak azt nem tudjuk, hogy mikor kelljen tanulni, mert egyik héten kosárlása, meg másik nem fogsz. Mert kézzeladó megközelés, azt mondjuk, melyiket csináljuk, mindegy, megvan oldva. Mint látjátok, dohányozni tilos, az iskolánkban a dohányzás teljesen el van tiltva. Hogyha balra néztek, láthatjátok, négy termet láthatok, ezek általában a 9. és 10. osztályoknak a terme. Följebb, hogyha följebb megyünk, ott helyezkednek el a végzősök, és a 12. 11. osztályos lánk. De menjünk tovább. Itt a tanári szoba, legépíteni a gyerekekben, egy veszélyes dolgok szoktak. Give it to you. Wait for you to get it on your own. Next go the különféle szakkörökre tudtok menni, mint a VR színpadra, azon belül írásaitokat és fotóitokat tudjátok beküldeni. Ha tovább megyünk, láthatjátok, hogy igazán ez a 12., 11. és 13. osztályosok folyosója úgymond, mert eléggé lehangolt módon ez a folyosó, nincsen igazából kezelve. Ha tovább jöttök, és rápillantottuk erre az osztályra, itt a 12. dél szokott elhelyezkedni, ahol az ifjúsági osztály van. Hát igen, itt vegyes érzelmek jönnek elő. Tovább megyünk. Láthatjátok a mi osztálytársunkat, amit 4 éve már ápolunk, rendbe tartunk, és minden nap fölmossa a takarítónő. Külön a személy szerint ügyelek a rendbe, illetve a tisztaságra. Na, és székeket mindig felszoktuk adni. Nem tudományosak a bát nekem. Akadnak néha ilyen fehány gyerekeket, és nem akarják el, hogy bújjálnak a tárterembe. És igen, modern fodok, modern székek, a tanári osztály felonalás, leges legjobb bútorból készült, csináltatni, párnás székekkel, kasmír, a tábla egyszerűen lenyűgöző, zöld színű, kocka alakú, kivetítő, óra, kép, teledíszítéssel. Ha belenéztek a tükörbe, őrült jó embereket láthatok. És tele van a falon díszítve tablóképekkel, és ha ti is lejöttök, akkor a ti arcképet is ki lesz 4 év múlva, és büszke nézhetek az rá, hogy milyen jól nézhetek. Mindenképp gyertek ide, ez egy klasszikus és antik iskola, tehát van eredmény, tehetség és diákokat, a legkiválóbb tanulókat kiteszünk. Falakon a görög mozaik követve jelenjen meg különböző pici kis csebletre, ahol ezzel is tudulával az iskolának kultúrális jellege. Nagyon fontos a biztonságotok, ezért minden szinten különböző tűzvédelmi eszközök kell áll rendelkezésetekkel. Látsz is ki a tűzcsapény, kettő egymásra párosítva, és a tűzesetén fogsan hallatódik, amikor le kell menni és össze kell jönni tanárnak segítségével kívánni az iskolát. A szemeteket nagyon fontos, hogy szelektíven gyűjtjük, ezzel is támogatva a környezetben. A kék zsákban láthatjátok a poharakat, oda rakjuk azokat, a bal oldalt pedig az újságot gyűjtjük. Találkoztok! Látjátok a pingpongasztalt, amikor szeretettel be kedveteket tudtok pingpongozni, és tovább hallgatok a tanárat láthatjátok. Ezek sportfelszereléssel rendelkezik az iskola, láthatjátok, óriási felszerelés, futballkapujaik van, és illetve, hogy tovább mennek, szemlélhettek meg. A tornatermünk rendkívül nagy, tágas, és helyet ad minden sportolni kívánó diák számára. Tekintetek a barátoknak a dicsőíti falat, ahol a röplabda, kocsi és a kasárlótól kezdve minden sportfelszereléseknek az eredményét megláthatjátok, hogy milyen eredményeket ért el a kosárcsapatunk, a röplabda csapatunk, a foci. Illetve a foci. Iskolánkban megtanulhatjátok a
közgazdasági alapismereteket, ezen kívül az üzleti számvitelt, illetve beiratkozhatok még kereskedelmi gyakorlati órákra. Az utóbbi kettőt a 10. osztály végén kell eldönteni, illetve miután már lesznek a 9-en sem. Nektek már a 9. osztálytól egészen 12. osztályig kell tanulni, vagy a kereskedelmit, vagy pedig az üzleti számítást. Szerencsétekre a 4. osztály végén nem kell még itt maradnotok OK-s képzésre, ti már meg fogjátok kapni a szakmai papírt az érettségi mellé. Mindenképpen gyertek ide, és várunk titeket szeretettel. Fiúk, lányok, de főképp a lányok, mindenképpen gyertek az iskolába. Olyan lehetőséget találkoztok, amiket másokkal nem is meg tudna adni. Jó fejtanárok, jó sport lehetőség, nagyszerű szakkörök, és minden oké, és jóképű fiatalok, nagy mellű lányok járnak ide, gyertek ide mindenképp, és csináljátok meg az iskolát. Tanulás ezerre. Tanulás ezerre. Szevasztok. Hello.